A farsangi báloknak különleges hagyománya van Sümegen. Régen, Kisfaludi Sándor révén a zalai nemesség találkozóhelye, a társasági élet meghatározó városa volt. Az utolsó megyebált is itt rendezték 1848-ban. A neves Zsófia bál ezelőtt 6 évvel indult útjára. A rendezvény névadója Ramazetter Vince felesége, aki szívén viselte a nehéz helyzetben lévő gyerekek, családok sorsát, minden tőle telhető módon támogatta az oktatást, az egészségügyet. A bál mai szervezői is a jótékonykodást tűzték ki, folytatva Zsófia asszony nemes hagyományát. Ebben az évben a Kálvária fog megújulni közös adakozással, és ehhez jó alkalmat biztosított az immáron 6. születésnapját ünneplő Zsófia bál. A bálozó közönséget elsőként házigazdaként Pap Imre várkapitány köszöntötte, visszagondolva a kezdetekre. És akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy családon belül, hogy mi legyen a neve, akkor mi még nem gondolkodtunk Zsófia bálban, csak feleségemmel, gyermekeimmel, barátaimmal, a hagyományhoz kör tagjaival beszélgettünk a megyebáról, és akkor Horváth Lajos barátom és Kovács László barátom, aki sajnos most nincs itt közöttünk, beszélgettünk a szervezésről, és ők javasolták, hogy ne Krisztina bál legyen. A mi családunkban három Krisztina van, a feleségem, a nagyobb lányom, aki itt ül mellettem, és a kisunokám, és akkor az ő javaslatukra született meg a Zsófia bál. Krisztina, három Krisztina a városban csak nekünk van, de Zsófia mindenkinek van, minden családnak van Zsófiája. Tehát így született meg az első Zsófia bál. Véglászló polgármester is a köszönet hangján szólt, kiemelve, hogy a bál életképes ötlet volt. Bizonyítja ezt a mai alkalom is. Külön szeretném megköszönni Horváth Lajos úrnak egyébként, aki nem csak az ötlet egyik gazdája volt, de most, hogy önkormányzati szervezésű rendezvény lett, vagy lesz, ugye ezek után ez a rendezvény most is megtiszteli jelenlétével ezt a bált, ezt külön köszönöm Horváth Lajosnak. Én úgy gondolom, hogy ez a korrekt, méltó hozzáállás egy igazi úriember, egy igazi üzletember részéről, külön köszönöm neki. Ramazetter Vince felesége, Kompanik Zsófia, és természetesen férje Ramazetter Vince is, ők valóban olyan vállalkozók voltak annak idején, akik egyrészt nagyon tehetséges vállalkozók voltak, ők törődtek azzal is, hogyha elvesznek az asztalról, tegyenek is vissza. Nyilván egy cégnek az üzlet az első, de azt hiszem, hogyha valaki lokálpatrióta, szereti Sümeget, szereti ezt az országot, ezt a nemzetet, akkor mindig gondolnia kell arra, hogy adjon is. És én nagyon remélem, hogy a Zsófia bál, a 6. Zsófia bál közönsége valóban szívén viseli Sümeg sorsát, és igyekszik méltó lenni, és méltó is lesz a nagy elődökhöz. Ez a bál alkalom arra, hogy Sümeg, illetve Sümeg vonzás körzetének az a közönsége, amely a szívén viseli nem csak az üzletet vagy a politikát, hanem egyáltalán azt a fajta közéletet is, ami talán a kettőnek az elege, hogy ők itt tudjanak találkozni, egy-egy ilyen alkalom, egy-egy ilyen bál a legjobb arra, hogy igazi emberi kapcsolatok szülessenek, vagy kiteljesedjenek. Fenyvesi Zoltán, a térség választott országgyűlési képviselője, a megye legrangosabb rendezvényei közé emelte a sümegi eseményt. Veszprém megyében élünk, Veszprém megyében nagy hagyományai vannak a történelmi báloknak, gondolok itt az Anna bálra, a megye bálokra, a Sváb bálokra, és most már gondolhatunk jó szívvel a Zsófia bálra is. Ezeknek a báloknak a népnyelv, néphagyomány szerint az a nagy feladatuk és tisztük, hogy előzzék a telet és köszöntsék a tavaszt. Én abban bízom, hogy ma valamennyien jó munkát fogunk végezni, jól fogunk szórakozni, hangosak leszünk, valamennyien hajnalra előzzük a telet, és holnapra szép tavaszi napra virradunk. Én ehhez kívánok önöknek nagyon jó szórakozást, szép estét!
Takács Szabolcs kormány megbízott is örömmel tett eleget a meghívásnak. Nagyon szívesen érkezem mindig, többször találkozom a polgármester úrral és egyeztetünk bizonyos fontos kérdésekben, de azt gondolom, hogy ahogy az előttem szólóktól már elhangzott, a fehér asztal mellett ezt teljesen másképp lehet megtenni, de mégis lehet beszélni Sümeg-Sümeg környékét érintő fejlesztésekről, beruházásokról, és azt gondolom, hogy ez elengedhetetlenül fontos. A Ramazette család és a feleség, amit tett Sümegér oldalát adott, kórházat adott, a jelenlegi városvezetés pedig szintén azon dolgozik, hogy tanúszodát adjon át, utalat fejleszten, és különböző városi fejlesztéseket hajtson végre, amiben mi is, mint kormányhivatal igyekszünk minden segítséget megadni, szakhatósági eljárásoknál, vagy éppen engedélyezési eljárásoknál. Én azt gondolom, hogy ez együttműködés, ez töretlen, a részünkről biztosan, és a polgármester részéről is ezt tapasztalom mindig. Én köszönöm szépen először is Véglászló úrnak itt a meghívást és a felkérést is. Továbbá szeretnék gratulálni mindenkinek, aki megálmodta a Zsófia váltandó. Szeretnék gratulálni minden sümeginek, aki életben tartja ezt a fontos rendezvényt, és eljön, és fontosnak érzi a város sorsát, és bízom abban, hogy a mai bál bevétele az olyan mértékű lesz, hogy sikerül elérni azt a célt, hogy a bálvány környéken megújulhat. Én ehhez fűzöm hozzá a legjobb reményemet a mai est folyamán, és kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást. Kívánok! Ezt követően a táncparketre szegeződtek a tekintetek, a Szavária táncegyüttes nyitótánca ámulatba ejtette a közönséget. A Szavária Táncsport Egyesület most már idén 49. esztendejébe lépett, tehát jövőre az 50. jubileumunkat fogjuk ünnepelni. 20-szoros magyar bajnokok biztos vagyunk, most így hirtelen a régebbi időket most így nem tudtam, de amióta én táncolok az Egyesületben, 95, azért mi 20 magyar bajnoki címet szereztünk latinformációs kategóriában, illetve Magyarországot hossz éveken keresztül képviseltük a világ és Európa bajnoki döntőkben. Milyen műsorszámokkal készültek a mai estére? Egy keringőt táncoltunk, az külön az önök, illetve a szervezők kérésére készítettünk egy keringő, bécsi keringő számot, illetve egy 20 perces latin show-val készültünk. És mit kell tudni a latin táncokról, egy kicsit avassa be nézőinket? A latin-amerikai táncok, a samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble és jive táncokat foglalják magukba, szerintem így a nevéből adódóan is, illetve hát a latin táncokból adódóan is ugye ezt a dél-amerikai hangulatot próbáltuk visszaadni itt a fellépésünkkel. Hogyan készülnek a koreográfiák? Az hosszú folyamat, vagy hosszú munka, ahogyan azt a koreográfiákat elkészítjük. A táncosok már hosszú évek óta van, aki több 10 éve táncol már, és a lábukban azért a rutinben van, tehát amiket mi koreográfusok kitalálunk, megálmodunk nekik, azokat azért nagyon gyorsan meg tudják tanulni. Nagyon szépek és különlegesek voltak a fellépő ruhák. Köszönjük szépen, ezt majd tolmácsolom akkor a varónőinknek, illetve aki megálmodja ezeket a ruhákat, hogy ez is sikert aratott. Ez a Csillagylányomnak egy akadémiai feladat volt, és onnél jött az ötlet. Mivel hogy 20 évekig szerveztem a Keszthelyi Vállalkozó Bálját, úgy gondoltuk, itt van vállalkozásunk Sümegen, hogy itt is ugyanezt, hogy meg fogjuk szervezni. Mivel a Csillagylányomnak volt egy akadémiai feladat, amit le is védetett menet közben, hogy az első alkalommal levédetett, és innét jött, és megkerestük a pap Imikét, és akkor innét jött az ötlet, és innét egy közösségépítő, hogy mondjam,
összejövetelnek szántuk, amit úgy éreztük az első 5 évig, hogy nem sikerült, és azért is adtuk át a városnak. 5 évig a város nem volt hajlandó támogatni bennünket, és azután átadtuk a városnak. És milyen hozadéka van egy-egy ilyen eseménynek? Hogyan értékeli ezt? Nagyon jó hozadéka van, mert lehet látni, hogy összefogott a város, és a végén meg lett a 6. vállalkozó bál. És ez a legnagyobb hozadéka, hogy végre rajtunk kívül, minden jött menteken kívül, Sümeg összefogott azért, hogy városi bálja legyen. Ez a legnagyobb hozadéka. És ehhez már nem kell ügni. És ezért is gondoltuk, hogy 5 év után átadjuk a bált. Gondolom, hogy a sümegi rendezvények mindig jól sikerülnek, nagyon szeretek jönni. Ugyan idén kihagytam hagyományoktól eltérően a megyei vadászbált, de nagyon szeretek idejönni a kapitányba bármiféle bára, illetve azért ez egy jótékonysági gondolatra épülve, tényleg egy olyan jellegű dolognak a támogatására szolgál, amit én is jó magam a szívemben viselek. Az az igazság, hogy minket már többször hívtak ide, tavaly előtt volt az első alkalom, hogy sikerült eljönnünk, és nagyszerűen éreztük magunkat, egészen kiváló volt. Mi Sárváron is, ahol élünk, elég nagy bálozósak vagyunk, volt, hogy egy báli szezonban akár 3-szor is báloztunk. Most idén úgy esett, hogy valahogyan ott is változások voltak, és az a kedvenc bálunk, ahol eddig voltunk, az most annyira számunkra nem volt szimpatikus, és akkor elhatároztuk, hogy ide eljövünk, kedves ismerőseink adtak lehetőséget arra, hogy itt aztán meg is tudjunk szállni, tehát ne kelljen itt utána autóba jönni és hazamenni. Tehát úgy gondoltam, meg a másik dolog, amilyen céllal hogy a polgármester úr is jelezte, a bál indult, tehát az, hogy ezt a bizonyos kálváriát helyreállítsuk, és talán nem szerénytelenség, ha mondom, hogy ugyan tavaly előtt voltunk, tavaly nem, most idén itt vagyunk, de mind a háromszor a felajánlásommal is igyekeztem ezt a szép célt támogatni. Sümegen kezd kialakulni egy bizonyos polgári lét, egy polgári élet, és ennek szerves része egy ilyen bál is. Azon kívül találkozom a barátaimmal, az ismerőseimmel, akit lehet, hogy a mindennapok rohanó világába nem állunk le beszélgetni, bandázni, úgymond, itt pedig van alkalom arra, hogy szóba elegyedjen az ember többekkel, sümegiekkel. Mennyire fontosak az ilyen alkalmak? Szerintem nagyon fontosak. Egyik legfontosabb a város fejlődésében, véleményem szerint, azon kívül, hogy utakat épülnek, épületeket, uszodát és stb. Mindenféle beruházás megy, azon kívül nagyon fontos az, hogy legyen az emberek között a polgári kör, illetve a polgárok között egy bizonyos összetartás, aminek egy ilyen bál nagyon jó megerősítője és nagyon jó alkalom a találkozásra és a beszélgetésre. Azt tapasztaljuk, hogy a bál első alkalma volt, hogy ez már a 6. Zsófia bál, egyre nagyobb népszerűségnek örvend, az, hogy a helyi vállalkozók, a helyi polgárok adakozhatnak egy jó cél érdekébe, hiszen ele volt például akár az adventi forgatag is, és most a Zsófia bár is ezt példázza nagyon szerencsésen. Fontosnak tartjuk, hogy támogassuk mind a városunkat, mind a Kálváriának a felújítását, illetve szerintem ez egy nagyon jó kikapcsolódás számunkra, fiatalok számára is, és örülünk neki, hogy a város szervez számunkra is, és az idősebb korosztálynak is programokat. Thank you.
Sümegről érkeztünk, törzsgyökeres sümegiek vagyunk. Miért tartották fontosnak, hogy itt legyenek ezen a mindegyik bálon? Mindegyik bálon eddig itt voltunk. Mindegyik bálon. Hát a támogatás az elsődleges. Meg jó hangulat van, nagyon jó csapat. És mennyire lehet ilyenkor a kapcsolatokat építeni? Hát, tudod, én mindenkit ismerek itt nagyjából, 50%-át a két van. Nem ezen múlik a kapcsolat, nekünk már régi vállalkozók vagyunk. Érdről jöttünk, és azért tartottuk fontosnak ezt a bált, mert valamilyen úton-módon nekünk van kötődésünk Sümeghez. Sümegen készülünk beruházni, és meg építkezni. A szomszéd csabrendeken is ugyanezt tesszük, és gyakorlatilag az érdekeink fűznek bennünket ide. A vendégkör, meg ismerősök, akikkel mi egyébként együtt is dolgozunk, itt találkozunk, és hát különböző dolgokat itt a fehér asztal mellett megbeszélni egészen más. Mit jelent házigazdaként itt lenni? Házigazdaként is, meg vendégként is, ez ugye kettő szerep, de nagyon nagy öröm számunkra, hogy mint ahogy a köszöntőmben is elmondtam, hogy jó 20-25 évvel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy a régi megyebálók hangulatát vissza kellene hozni Sümegre, de akkor még nem volt ilyen szép rendezvénytermünk, mint most. Aztán 6 évvel ezelőtt eljött az idő, és akkor 6 évvel ezelőtt megszerveztük az első Zsófia bált. Mennyire példakép a Ramazetter házaspár, gondolnak erre? Hogyne, nagyon sokszor, hiszen munkásságunkkal szeretnénk példát állítani a többi sümegi vállalkozó elé is, hogy hasonlóképpen gondolkodjanak, cselekedjenek, mint ahogy ezt Ramazetter Vincétől tanultuk, és mindenki a maga lehetőségéhez képest. Veszprém megyében én azt gondolom, hogy itt a sümegi várlábánál talán történelmi hagyomány idéz az ember, vagy történelmi múltat idéz egyrészt az ember, vagy a vár közelsége. Másrészt pedig ez a helyszín, ez a 21. század minden követelményének megfelelése, egy nagyon jó báli helyszín. Két héttel ezelőtt a megyei erdész vadász bánon voltam itt, és oda évek óta rendszeresen járok. Ez a helyszín ad otthon szintén a vadászbánnak is. Mindig jól éreztem magam akkor is, illetve nagyon örültem Vég László polgármester úr felkérésének. Szívesen jövök a Lacihoz amúgy is. Egyeztetünk is sok esetben, vagy beszélünk fejlesztésekről és munkáról. Örültem annak, hogy ma a fehér asztal mellett kötetlenül beszélgethetünk, úgyhogy ezért szívesen jöttem. Veszprém megye választókerületében vagyunk, egy olyan választókerületben, ahol nagy történelmi hagyományokkal bír maga a választókerület és természetesen Sümeg városa is. És azért tartom fontosnak, hogy ezeket a bálokat folytassuk, mert ennek történelmi hagyományai vannak, és a hagyományokat mi tiszteljük, szeretjük, és azt gondolom, hogy az a nemzet, amely épít a múltjára, azt tud igazán építeni a jövőjére is. És ezért tartom fontosnak ezt a mai bált, és azért örülök, hogy az önkormányzat is szervezőként részt vesz a mai bálban, mert ez is azt bizonyítja, hogy jó együtt lehet működni a vállalkozásokkal, az önkormányzatokkal, és ez a lehet alapja a további fejlődésnek és a hagyományok ápolásának is. Én úgy érzem, hogy amióta létrehozták ezt a bált, ugye ez a 6. alkalom, azóta ez a legkiemelkedőbb társasági eseménye Sümegnek, így a februári időszakban, a bálok időszakában. Hiányzott ez a fajta rendezvény, ez a fajta bál, én úgy gondolom, Sümegről. Persze természetesen voltak a különböző bálok, különböző szervezésekben, de egy olyan igazi nagy bál, ahova rang meghívót kapni és rang eljönni, azt hiszem, hogy ez hiányzott. Immár, nem tudom én, 150 éve a sümegi közéletből. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy annak idején 2014. februárjában ez elindult, és annak külön örülök, hogy a különböző döccenők után, de most már teljesen önkormányzati szervezésben sikerült ezt a 6. Zsófia bált méltóképpen megszervezni. És hát azt is remélem, hogy a 6. után még nagyon sok fog következni, immár az új szervezésben, de szépen menni fog tovább, élni fog ez a viszonylag új hagyomány. Kik azok, akik most itt vannak és bálóznak? Hát ahogy körülnéztem a bálteremben, ugye egyrészt a meghívottak, nagy része eljött. A meghívottak, ők nyilván elsősorban a politikai életből jöttek,
Ugye itt van kormány megbízottuk, aki nagyon nagy öröm, hogy elvállalta a fővédnökséget, Takács Szabolcs. Takács Szabolcs, ahogy utalt is rá a köszöntőjében, tényleg nagyon segítőkész mindenben, és nem csak személy szerint velem, vagy miattam, hanem valóban úgy gondolom, hogy Sümeg miatt is mindig pozitívan áll a problémáinkhoz, amelyek azért néha természetesen felmerülnek, főleg ebben a nagyon sűrű időszakban, amikor egyik pályázat a másikat éri, építések, engedélyezések, tehát nagyon jó, hogy Takács Szabolcs kormány megbízott úr, ő teljes mellszélességgel velem van, illetve Sümeg városával van, és hát természetesen Fenyvesi képviselő úr is nagyon nagy öröm, hogy elvállalta a védnöki pozíciót, hiszen ő is már megválasztása előtt nagy barátja volt Sümegnek, és én ezt külön köszönöm neki, és külön köszönöm azt is, hogy ez tovább tart. Szeretném megemlíteni Kovács Norbert urat, az NSK főigazgatóját, aki pedig azért külön öröm számomra, hogy itt van Budapestről, mert őt meghívtam, és először visszautasított, de körülbelül egy hét múlva felhívott, hogy mégis eljön, és hát azt nem is kell részleteznem talán, hogy Kovács Norbertnek milyen nagy érdemei vannak abban, hogy itt Sümegen elkészült a tanúszoda, mégpedig az országban az elsők között, sok olyan tanúszodát megelőzve egyébként, ahol korábban indult a munka, a befektetés, és ez nyilván Sümeg városának is köszönhető, de az ő segítő, jótékony hozzáállásának is, és én bízom benne, hogy a további ilyen jellegű projektek fölött is bábáskodni fog. Nagyon remélem, hogy a nem sokára sorra kerülő alapkőletétel, ugye a sportcsarnokunk, elindul ez a befektetés is, beruházás is. Én nagyon remélem, hogy akkor is majd üdvözölhetjük itt Sümegen Kovács Norbert urat. És hát természetesen Sümeg, illetve Sümeg térségének, a tágabb térségének egyrészt a politikai szereplő, jó néhány polgármester, de vállalkozók is, tehát olyan vállalkozók, akik, ahogy én ezt elmondtam a beszédemben, szemmel láthatólag, ők tényleg törődnek azzal, hogy olyan fajta vállalkozók legyenek, mint annak idején Ramazetter Vince volt, hogy nem csak minél több profitot szeretnének, hanem ebből a megtermelt profitjukból adakozni is szeretnének a közjavára, a Sümeg város javára, és én ezt külön köszönöm mindenkinek. És hát természetesen, akik itt vannak, ők nagyon sokszínű társaság, hiszen vannak nyugdíjas pedagógusok is például, de én úgy gondolom, hogy a közös ezekben az emberekben, akik most a bátárnak megtöltik, az tényleg az, hogy szeretik Sümeget, és törődnek Sümeggel, és így szórakozva szeretnének segíteni Sümegen. És a segítés iránti vágy, az adakozó kedv meg is hozta gyümölcsét. A gazdag tombola felajánlásoknak köszönhetően 500 000 forint gyűlt össze a bálon. Ez azt jelenti, az adventi forgatag jótékonykodásával együtt már közel 1 milliós összeggel lehet tervezni a Kálvária felújítását. Ez a bál tehát jóval több volt puszta szórakozásnál. Olyan jótékonysági rendezvényé vált, olyan társadalmi eseményé szélesedett, amely méltó a történelmi elődök által alapított hagyományok ápolására, a ma élők összekovácsolására.